Sziasztok mozimániások! A múlt év végén föltettünk egy kérdést a csatornán, hogy melyik mozis pohár szettet bontogassuk ki, és hát döntő többségben közel 1000 szavazatnál a Star Wars Skywalker korára szavaztatok, szóval most kibontogatjuk a mozis poharakat, a hozzáillő toppereket, megmutatom a popcorn bödröt, meg még egy érdekességet is, sőt még játék is lesz, maradjatok velünk! A videót a mozishop.hu, a legmenőbb Marvel ajándékok lelőhelye támogatta. Ahogy ígértem, kibontjuk a Star Wars Skywalker kora mozis poharakat, illetve hozzá a toppereket, valamint megmutatom a popcorn bödröt, illetve mondtam, hogy lesz majd egy kis érdekesség, élből ezzel kezdjük. A mozishopnál, a mozishop.hu-nál találtunk néhány tök fajn BB-8-es kulacsot. Ő így néz ki hátulról a doboz. Majd megmutatjuk közeli rágóképről is. Megpróbálok egyet kibontani. Hát ez egy ilyen méretes darab. Akkor essünk neki szerintem a csomagolásnak. Azt rendesen becsomagolták ebbe a fóliába. De már is megszabadítottuk a fóliától, szóval ő így néz ki. Tök aranyos, van egy ilyen kulacs funkciója, bár nem tudom, hogy gyakorlatban ez mennyire használható, de egyébként szobadísznek szerintem teljesen jól néz ki. Le lehet tekerni a tetejét, itt bele tudod tölteni az itókát, ez nagyjából egy ilyen 8 deciliteres, ha minden igaz, legalábbis annyi fér bele. Visszatekered a tetejét, és már is van egy tök jó kis BB-8-es kulacsod, vagy használhatod akár dísznek is, ez annyira jól néz ki, hogy én ezt ide föl is rakom a polcra. Adelfúrunk mellé. És akkor következzen az, amiről tulajdonképpen szólna a videó. A mozisoknál még korlátozott mennyiségben kapható a Star Wars Skywalker kora mozis poharak topperekkel, figurákkal, illetve popcorn vödrök, még néhány darab akad. Szóval először kezdjük a poharakkal. 2 darab, 2 különböző mintával ellátott pohár érkezett a mozisokhoz. Az egyiken Kylo Ren, illetve hát a lázadók, Rey, Chewbacca látható, a másikon csak a lázadók láthatóak, mind a kettő 0.75-ös pohár. Van hozzá tető is, ha rájövök is, hova tettem, de megtaláltam. Ezt így rá tudod pattintani. Ez a mániám egyébként, hogy úgy nézzen ki minden fényképpen a cucli, hogy a szívószál mindig egyfelé mutasson. Van hozzá szívószál. Azt is rögtön elővarázsolom, mert ide bekészítettem. Ezt bele tudod rakni. És szerintem ez már így alapból tök jól néz ki. De vannak hozzá figurák, topperek. 5 különböző topper van a Skywalker kora szethez. Az egyik R2D2. A másik Kylo Ren a fénykardjával. A harmadik egy új karakter, amiről nekem Isten igazából senki ne sértődjön meg, de a Pixar-nak a logója jutott eszembe, Isten igazából rádobtak egy kereket, és kész az új karakter. Ide előre rakjuk, van a vörös rohamosztagosunk, ami egyébként a filmmel kapcsolatban egy kicsit nekem csalódást okozott, mert hogy én azt hittem, hogy sokkal nagyobb szerepet fognak kapni. Elnézést, hogyha még valaki nem látta a Star Wars Skywalker korát, és ezzel most egy kicsit úgy beszpoilereztem a dolgot. És az 5. topperünk egy klasszikus, elnyűhetetlen, állandóan visszatérő kis karakter, C-3PO. Ő tehát az 5 darab topper, ugye 5 darab pohár is jár a készlethez. Ezt is ki tudod rakni akár otthon a vitrínbe, vagy használhatod is. Ugye mindennapi használatra is alkalmas. Ami fontos, és már többen jelezték, hogy mosogató gépet azt így annyira nem bírja, a mikrót meg aztán végképp nem, mert hogy ezek műanyag poharak. Szintén a mozisoknál még kapható korlátozott mennyiségben
popcorn vödör, amiből kettőféle érkezett, őket egy kicsit úgy félrerakosgatjuk, és akkor jobban meg tudom mutatni a popcorn vödröket. Van egy ilyen kék színű a lázadókkal, és van egy Kylo Rennel és a rohamosztagosokkal. Ezek 2,5 liter űrtartalmúak, rakhatsz bele popcorn, chipset, csokit, náhoi, amit szeretnél, de használhatod szimplán dísznek is a szobában. Nagyon-nagyon szeretik a kedves vásárlók a mozisoknál. Ígértem játékot is a videó elején, most következzen ez. Ezt a szettet felajánlja a mozisok.hu egy kis játékra. A játék 2020. január 15-ig fog tartani, és semmi más nem kell tenned, mint a videó alatt kommentben megírni nekünk, hogy melyik figura tetszik a legjobban. Egy szerencsés nyertes lesz, őt a kommentjénél fogjuk értesíteni, és megkapja a teljes szettet a mozisok.hu jóvoltából, természetesen a pohár szettről van szó. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, ha nem, akkor Top Movies után szabadon oszd meg 10 ismerősöddel, akiket a legjobban gyűlölsz. Én hamarosan egy új videóval jelentkezem, addig is szép és izgalmas napot mindenkinek. Sziasztok!